Sziasztok! Ma folytatom a Tördés Total War Dividend Conquer végigjátszásomat Vasudvarda, és itt maradt abba, ugye, hogy sikerült elfoglaljam Taragrondostot, és megvédeni ugye Sirit Jaurt, plusz ugye legyőztem egy kisebb tündesereget, most pedig ugye van a küldetésem, hogy foglaljam el Aknod Jaunt, és kapok érte ugye egy legjobb egységet, ami ugye Nazgai, de le kell győznem ezt a sereget előbb. A probléma az, hogy Dol Guldurban még van egy fullos sereg, szóval még azt is le kell majd győzni. Oké, az ellenség elfogadja a támadást. Rendben. Levágjuk hegyes füleiket. Oké, nekem ugye van 4 csapat vargom. Oké, én ugye kezdem azzal, hogy támadom a izét, az ellenséges lovasságot. De azért az egyik varg egységgel ugye rámennék arra a ballisztára. Vagyis két egységgel menjünk oda. Ó, Elbereth Sentinels, azt inkább hagyjuk. Oké, ballista vissza. És ugyanúgy íjjázok is. Gondoltam, hogy előre rakom a ballisztát. Ó, te jó ég. Arik a Loriani Scouts... bónusz VS Vargs. Ám bár a vargoknak is van bónusza ugye izé ellen. Lovak ellen. Gondoltam, hogy előre rakom a ballisztákat, hogy kilőjék az ellenséges ballisztát, de hogy elnézem, nem jött össze. Sentinels of Sarinamrot. Oké, kezdjük ugye azzal, hogy oldalba támadjuk őket. Oké, ott jön a izé, jön a Yavanna's Chosen. Oké, az Uruk-hai pikások ugye viszonylag könnyedén megfogják őket. Vagy ugye az Ordhanci Gárda nagyon jó az olyan egységek ellen, aminek nincs bónusza a páncél ellen. Mert ugye az Ordhanci Gárda az nehéz páncélos egység.
jól teljesítenek ugye nem nehéz, vagy olyan egységek ellen, aminek nincs nehéz páncélja, és nincs bónusz a páncél ellen. Oké, le kell szedni azt a izét, azt az Elberet Sentinost. Egyelőre a veszteségem az nem is olyan vészes. Oké, az Orthanci gárdának nem nagyon tudok segíteni a lovasaimmal, vagy vargjaimmal, mert ugye leraktam a cölöpöket. A számszerű jászok lőjék azokat a izéket. Javannas Chosen. Oké, például a Javannas Chosen le tudja győzni a izét, az Orthanci gárdát, mert ugye bónusz VS páncél. Ó, itt a varg lovasai már egy csapat izé ellen harcolnak, Sentinels ellen. Oké, minden igaz, a vargok le tudják győzni ezt a csapat Lorien Sentryst. Főleg, hogyha ugye hátba is tudják rohamozni őket. Oké, már azt hiszem, hogy az izé nem rohamozott. A vargegység. Oké, bár a Javannas Chosen az ugye be van kerítve. Oké, amúgy, mivel, ha nem is rohamoztak ugye az egységek, ami ugye az ellenség hátában volt, még így is le is győzik a vargokat. Ezeknek van bónuszuk gyalogosok ellen, vagy mi? Ne, csak lovak ellen van bónusz. De hát lemészárolják ugye ezt a gyalogos egységet. Oké, az Elberet Sentinelsnek is lassan vége. Oké, tökéletes. És ugye egyből fel is adták a harcot. Oké, 19% veszteség az valójában nem is olyan vészes. Ja, 201 veszteség.
A legtöbből is 171, ami ugye Varg Martalóc. Ah, oké. Okay. Annyi az egész, ugye, hogy a végére az Orthanci Gárda ugye csak nagy veszteséget szenvedett el, mert ugye az egyik Javannas Chosen egység volt, ami ellen ugye harcoltak, és azoknak van bónuszuk páncél ellen. Lord Saruman, the terror of Middle-earth. Get ready for fighting. No sleeping here. Listen up. Orcs. Listen up. Orcs. Orcs. Orders. Your will, my lord. Orcs. No sleeping here. Kill them all. No sleeping here. Get ready for fighting. Orcs. Regroup, you louts. Listen up. Oké, amúgy ezt el is tudom foglalni. Van egy csapat Elven Defenders, ám bár az nem olyan vészes. A probléma az, hogy határos vagyok ugye még jobban, ha elfoglom ezt a területet, még jobban határos leszek ugye Dolguldurral, és ők is támadni fognak engem. Ah, oké, ugye lassan, de be fog törni a kapu. Leadnak 4 lövést, amiből 1 talál. Igen, az nem a legjobb arány. Esetleg 2. Jó, előre ugye Lord Sarumannal. És a pikásokkal természetesen. Guard of the Hand. Á, valójában nem jó a nevük. Mert az kéne legyen, hogy Guard of the White Hand. Ah. Na mindegy. Kicsit lőjük őket ballisztával, még van lövedék. Egy új hatalom van születőben. Á, amúgy annyira szeretem a tördés Total War-ban azt, hogy tényleg a páncél ugye az ér valamit, szóval olyan ugye, hogy ez az egység ugye megáll, mivel 7-es pajzs, 19-es páncéljuk van, megállnak ugye az íjászokkal szemben, tünde íjászokkal szemben, és nem tudnak a tünde íjászok csinálni semmit. Ez az egység már egy újabb Total War-ban rég megsemmisült volna. Mert ugye a tündék azok rendkívül jó íjászok, de az nem jelenti azt, hogy a nyilvessze, amit kilőnek, az csak úgy átüti a páncélt. Főleg nem ugye a vasudvardit. Oké, okay, amúgy itt valójában elegendő az Saruman testőrsége.
Oké, szedjük le izét az íjászokat. Ja, oké, meghalt. Gondoltam ugye, hogy a tábornokot majd elintézem közelharcban, de hát így is jó. Plusz ugye a legjobb az egészben, hogy a tündei íjászok az én... ugye Saruman testőrsége ellen nem jók, mert ugye nekik nincs bónusz VS páncél, nekem pedig van. És hiába lőnek ők messzébb, nem tudják leszedni a testőrséget, vagy hogyha le is tudják szedni őket, nagyon sok lőszerükbe kerül, és talán annyi lőszere nincs is. Talán nincs annyi lőszere 5 íjász egységnek, ami elegendő lenne, hogy lelőjék a izét, Saruman testőrségét. Nagyon-nagyon jól bírja amúgy Saruman testőrsége ugye a lövéseket. Plusz ugye az Elbereth Sentinels, ami ugye tábornoki testőrség, az valójában egy nagyon jó íjász egység, és még nekik is rendkívül nehéz leszedni ugye egy izét is, egy testőrt. Oké, az armória az megmaradt. Kell ez. Oké, amúgy itt van 57%-os kultúra, ami oké. Plusz kaptam egy Nazgite, igen. Várjunk, mennyi a létszáma izének? A Orthanc Garda, 128. Oké, ezt a 26-ot ugye vissza kell küldjem átképzésre. Ez a kém pedig irány ide. Hát valójában Dol Guldurt jó lenne elfoglalni. Ám bár Dol Guldurt elfoglalni ugye támadással. Á, itt kevés emberem van hozzá. Oké, itt van egy csapat Nazgai, amit... Á, igen, kell ugye páncélfejlesztés is nekik. White Hand Plate, ugye? Na jó, legyen még egy körváltás. Ha jól látom, akkor ugye Gondor folyamatosan fogja ugye támadni Sirith Yaurt. Várjunk. Megtámadott az Enedvati klán? Vagy klánok, ugye? Nem támadtak meg. Hát, hogy őszinte legyek veletek, elfoglalni Anulondot nem is lenne rossz. Anfalász pikása van ennek a csávónak is. Érdekes. Legnagyobb frakció vagyunk. Azért az jó. Tökéletes, itt is tudok képezni 4 elitebb egységet. Kéne még egy ballista is. No sleeping here. Orcs! Get ready for fight. Come on! No sleeping here. Get ready for fighting. Orcs! Get ready for fighting. My lord. No sleeping here. Get ready for fighting. Objective complete. Pick your feet up. Objective complete. Ready. This way. Get ready for fighting. Ready. Listen. No sleeping here. Regroup, you louts. Oké, most ugye össze kéne gyűjteni egy csapatot. Még ugye a tündék ellen kell erősítést küldjek. Annyi az egész ugye, hogy egyelőre nincs időm, hogy mindegyik egységnek adjak páncél fejlesztést. Come and get me, you
Get ready for fighting. Itt ugye, hogyha marad csak a Berserker egység, a közrend az ugye nem a legjobb. Oké, okay, az bejutott. Elfoglalni. Bár annyi az egész, hogy nagyon gyorsan sem akarok terjeszkedni. Ám bár ha elfoglalnám Anulondot, akkor ugye ott kéne védekezni, és nem Taragrondosban. I will only address you in battle. Orcs! Be gone. No sleeping here. Listen up. Ami ugye szintén jó lenne. No sleeping here. Orcs! Pick your feet up. We have completed an objective. Get ready for fighting. Oké, amúgy valójában én tudnék indítani egy támadást Kalenhad ellen, ahol 10% a Mordor kultúra, vagy Melkor's Shadow, akarom mondani. Kairandrosban 25%. Az igen. Mázlő, hogy ezzel a sereggel nem nekem kell megküzdjek. Amúgy Altburgban kezd kialakulni egy ütőképesebb sereg. Ó, még több egység innen is. Kérek, nagyon jó. Tudok képezni ugye Uruk-hai Pikást, Berserkert, Gyalogos, Samsariász, Ballisztát ugye Hornburgban és Gineardban is. Objective complete. Ready. This way. I'm gonna stick you. Na jó, legyen még egy körváltás. Amúgy megpróbálok békét kötni Dol Guldurral. Talán elfogadják, mert ugye... Egy az, hogy elveszítették ugye a fővárosukat, a másik pedig nagy valószínűséggel sok területük nincsen. Nem. Mondjuk lehet el kellett volna fogadni, mert ugye... Városi őrségnek ugye jó lett volna. Helytartónak. Listen up! Come and get me, you coward! Ki van nyitva a kapu! Oké. Van egy jobb ötletem. Valójában a nyílt terepen fogunk megküzdeni velük. Valójában nyílt terepi csata lesz. Oké, két kör tudok egy Nazgûl-t képezni. Get ready for fighting. Come on. Ready. Hurry. I respect you, my enemy. Rendben, innen irány erre. Get ready for fighting. Pick your feet up. Orcs. Come on. Listen, orcs. Listen up. No sleeping here. Pick your feet up. No sleeping here. Listen up. Regroup, you louts. No sleeping here. Pick your feet up. Get ready for fighting. Oké, a probléma az, hogy sok helyen nem tudok képezni. Például ugye Kürtvárban csak egy egység készül, ugye a pikások. Mondjuk Gineardban majdnem mindegyik kivéve a ballista. Listen up. Move. Objective complete. We have to... igen, valójában el kéne fogadni a izét. Egy lordot. Vagy egy tábornokot, ugye? No sleeping here. Listen. We have completed and get ready for fighting. It will be an honor defeating you.
Azok a tündék ugye megtámadják Edraikán, gondolom ugye ide jönnek. Bár le fogjuk győzni őket, utána irány vissza Anok, Ahnod, Jaun. És Dol Guldurt kéne ostrom alá venni. Meg ugye még jön némi erősítés. Na jó, ám bár még mielőtt kört váltok, ugye támadjam meg ezeket itt. Oké. Okay. A lényeg az, hogy legyőzzem őket teljesen. És meg is lesz ugye a város. Valójában menjünk az erősítésük ellen. Igen, ugye az Amphalas pikásokat kell megdobálni. Jelenleg ugye az a legveszélyesebb egységük. Légió 1 Ras Mortil. Nem tudom, hogy az hol lehet, de oké. Vagy ugye lehet, hogy Anulund az ugye valójában, az a provincia Ras Mortil. Plusz az lenne a legjobb. Ugye, hogyha a tábornok halna meg nagyjából utoljára, mert akkor mind halálig küzdenek ugye az egységeik, ami azt jelenti, hogy nem tudnak ugye visszavonulni, vagy nem lesz ki visszavonuljon, így el is tudom foglalni majd a várost. Igen, a tábornokok ugye itt vannak, már most én letámadhatnám ugye, egy átlagos csata lenne, akkor én ugye most egyből rátámadnék erre a csapatra, mert ugye ott a tábornok, de valójában most azt akarom, hogy ő halljon meg legkésőbb. Így inkább nem. Nem akarom ugye, hogy az egységeik megtörjenek, mert félek, hogyha túl nagy létszámban tudnak elmenekülni, akkor ugye visszamennek a városba és kell ostromoljak. Igen, amúgy az Amphalas pikások azok nagyon jók, de nem nehéz páncélú egységek ellen. Ugye a vasútbardiaknak vastag a páncélja. Ezt még rengetegszer el fogom sütni amúgy. Van egy olyan érzésem. Vastag a páncél és széles a pajzs. Bloodied. They have lost half their men. Here to kill! Here to kill! Oké, ugye a Nazgul az... az el van. Oké, eddig ha minden igaz, már levágott három pikást.
Oké, már négyet. A Territorial Guardsman az megsemmisült. Oké, a Gondori milícia az szintén ugye meg fog semmisülni hamarosan. Oké, a két Nazgul az ugye irány oda. Le kell győzni ugye az itt lévőket. A pikások azt szórakozzanak a izével, az Amphalas pikásokkal. Kurukai pikás vs. Amphalas pikás. Sok sikert nekik. Jó, mert az egység ugye, mivel megrémült, így nem védekezett. The enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Oké, az erősítésben lévő tábornok az meghalt, és az itt lévők is meghaltak. Egy íjász maradt, meg ugye a kapitány, itt pedig némi Amphalas pikás ember. A tábornok meghalt, szóval, ja, mindegy, győztünk. 13 veszteség, legtöbb ölés. Na, például most ugye a pikásoknak lett a legtöbb ölése. És ugye nagyon kevés veszteséget szenvedtünk el. Rendben, ez jó volt. Természetesen ugye a kifosztással több pénzt szereztem volna, de ugye úgy játszom a játékot, hogy nincs kifosztás, ugye lemészárlás van csak. Oké, most ugye a lényeg az, hogy több egységet tudok képezni. Oké, legyen még egy körváltás. Várjunk, ha jól emlékszem, Kairandros, ó, igen. Kairandros ugye az egy citadella. Így ugye ott, hogyha ugye fölmegy a kultúra 65%-ra, akkor ugye egyből tudom képezni majd a izét, az urukhályokat. Ám bár azt hiszem, hogy az épületet majd meg kell építsem. Oké, ő ugye Zugdash. Van egy vezénylés emberek ellen, mert ugye urukháj. Benaz Drunin megtámadták, Wrath of Khand. Oké. Kereskedjek velük? Can I help, my lord? Without question, my lord. Oké, Foltburgot tovább tudom fejleszteni, nagyon jó. Dervát kell Samsariyást képezzek. Guineardban készülnek az egységek, nagyon jó.
Onodrét. Korrupció nincsen, szóval legyen ez extra 10 dénár bevétel. Orcs! Get ready for fight. Get ready for fighting. Listen up. Move. No sleeping here. Pick your feet up. Rockburgban van ugye a gyülekező hely. Orcs! Come on. We have completed an objective. Oké, van egy olyan érzésem, hogy Szirityaurból izébe mennek. Anulonthoz jönnek. Ready. Hurry up. Come and get. Hurry up. Stay right there. Amúgy... Orders. Talán le tudnék juttatni némi íjást. Objective complete. I will only address you in battle. Talán amúgy, talán Kürtvárban lévő egységeket, azokat ugye inkább ide küldöm, hogy tudjak kicsit nyomulni Gondor ellen. Jó lenne amúgy a gondori területeket megszerezni. Get ready for fighting. Pick your feet up. We have completed an objective. Have a taste of my blade. Oh wow, ez a sereg nagyon le van gyengülve. Itt van 20 egység, de nagyon kevesen vannak valójában. I'm gonna stick. Get ready for forks. Have a taste of my attack. Pull back. We must pull back. Okay. I'm gonna stick. Orcs. Listen up. Get ready for fighting. Move. Az valójában annyira nem volt vészes. Na jó, amit még ugye le kell győzni, az izé. Ez itt. Probléma az, hogy jönnek ide, ugye. Saruman van ott. My lord. Listen up. Your will, my lord. Orcs. Orders. Pick your feet up. Objective. Come on. Orcs. Get ready for fighting. Be gone. Orders. Milyen egységet küldjek vissza? Amúgy itt... No sleeping here. Kill them all. Két... te jó ég. Van két tábornok, ugye? Van egy csapat Lothlórien March Wardens. Van egy csapat Galadrim Guards. Oké, az jó. A többi az nem olyan vízes. Orthanci gárda elég lesz. Na jó, harcra fel. Annyi az egész, ugye, hogy sok helyre kell az erősítés. Ám bár nekik nincs lovasságuk. Az jó. Ez jó amúgy. Az ellenségnek lovassága nincs. Ja, igen, még van egy Dunlendingi pikás is. Oké, balisztával pont a izét lövöm.
ezt az elit egységet. Oké, okay, ez így valójában nagyon jó. Az nem jó, hogyha mellé lőnek. Sikerült rávenni őket a támadásra. Ja, a Galadrim Guards ugye az kapta már. A csapatnak nagyjából a fele az meghalt. A Galadrim Guard ugye az hátul maradt. Ők ugye védik a izét a hátat, úgymond. Ezért kell lőni a Lórieni Marchwardens-t. Ujjjjj! Az a Nazgulot nagyon... nagyon be van kerítve. Azt hiszem most már nincs, ja. Oké, az egy nagyon jó lovas rohan volt. Oké, valójában a vargok nem is teljesítenek annyira rosszul. Kicsit rossz ugye, hogy be kellett vessem az íjászaimat is, de ugye azt a Nazgult azt meg kellett védeni. Ja igen, jön a Galadrim Guards. Lőjük a Galadrim Guardsot, mert ők ugye... ők jók. Ők simán felveszik a harcot az Uruk-hai pikással is, és az Uruk-hai gyalogossal is. Oké, bezerkerek vissza, és hátba kéne támadni az itt lévőket.
Oké, kicsit sok Beast Slayer meghalt, na de mindegy. Az egyik számszerű jászegység az iránykörbe, mert ugye már ugye itt többen vannak, ugye elől több az ellenség, ugye a Galadrim Guard, mint hátul. Mert ugye oldalba támadták az egységet, csak az oldalban lévőket, azokat már ugye, azokat le is lőtték. Amúgy nagyon királyom néz ki ez a Galadrim Guards. És valójában egy olyan egység, ami minden helyzetben jó, mert ugye egyfajta halbedér egység, bónuszuk van páncél ellen, bónuszuk van nagy ellen is, ha minden igaz. Hát igen, ugye bónuszuk van nyergelt egységek ellen. Igen, ugye tevék, vargok, lovak, olifántok, páncél, ugye... Ja, ez egy olyan egység, ami minden helyzetben jó. Rendkívül jó páncéljuk, mennyi is pontosan? 27, 16 páncél, 11 védekező képesség. Oké. Majdnem elveszítettem a izét amúgy. Majdnem elveszítettem az egyik Nazgult. Plusz, ha jól látom, egy olyan egység, ami nem adja föl. Mert mondjuk a tündéknél ugye az elit egységek azok sose adják fel. Oké, győztünk. 238 veszteség, az nem olyan vészes. Urukai számszerű 108, és a másik... Egyik 108, a másik csak 44. Oké, valójában az ijászok jól teljesítettek. A varg martalócok ugye nagyon jól, mert ugye nagyon jó lovas rohamokat, vagy varg rohamokat vittek be. Arra gondoltam, hogy össze kéne egy kicsit rakni az egységeket, és ami ugye le van gyengülve, azokat át kell képezni, ami nincs, azokat ugye maradnak. We destroyed the enemy! Ambush! No sleeping here! Orcs! Listen up! Listen up! Get ready for fighting! Mondjuk itt van két egység, amit nem tudok összerakni, mert ugye akkor elveszítem az egységeket. Pikásokat nem érdemes, vargokat nem, valójában még oké. Még egyelőre oké is a dolog, ám bár... Számszerű jász. Plusz ugye itt jönnek a kisebb erősítések. Oké, amúgy arra gondoltam, hogy mivel ugye nem állunk sehol ostrom alatt, így legyen még egy körváltás, és zárom a videót. Oké, remélem, hogy Taragrondosban ugye nem lesz gond ugye a közrenddel. Defend the camp! Igen, gondoltam. Az mondjuk gáz. They're attacking the camp. Rendben, csatatérről kell visszalépjek. És remélem, hogy nem Sirithjaurba vonul vissza. Gondor Cavalry. Ah!
Nagyon tetszik amúgy a változtatás a gondori lovassága. Most ugye egy kardos és kard lándzsa, nem, kard pajzsal ugye van az egység a gondori lovas, eddig ugye lándzsával volt. Nekem az valójában annyira nem tetszett. Mondjuk, hogyha lett volna izé, ha lett volna ugye lándzsa pajzs, az úgy király lett volna. Valahogy ugye nekem a lovasság, hogyha nincs pajzsa az egységnek, az valahogy nekem az egyáltalán nem tetszik. Csak ugye úgy a régebbi verziókban ugye olyan volt a gondori lovas, hogy lándzsa csak, és kb. Annyi. Most ugye kard és pajzs. És valójában nagyon királyul néznek ki. Mondjuk lehet ugye, hogyha izé lenne, hogyha lándzsa lenne pajzsal, az pedig túl OP lenne már akkor. Fenébe. Ám bár legalább nem támadták izét, Anulondot. Én pedig mindössze némi pénzt veszítettem. Lord of Gundabad is dead. Az igen. Ez nem kell. Count Doom on the siege. Listen up. Come on. Ah, oké, tudok Uruk-hai pikás képezni ugye a vasudvartban. Á, igen, Gineárban elkészült egy csomó egység. Orks! Orks! Come and get me, you coward! Galadrim Swordsman! No sleeping here! Listen up! Orks! Orks! Move! Listen up! Move! Orks! Get ready for fighting! Biztos, ami biztos ugye, a vargokat, azokat előre küldöm. Oké, itt is elkészült amúgy néhány egység. Ezeket csak küldöm a tündék ellen. Oké, bár katapultot azt nem használok. Valahogy az nem olyan vasudvardias. Come and get me, you coward. Your will, my lord. My lord. Come on! Be gone! Oké, a probléma ugye, hogy sok helyen nem tudok építkezni. Sleeping here. Get listen up. Oké, legalább ingyen fenntartáson vannak egy körön keresztül, és ugye a közelben nincs ellenség. Oké, Osgiliátot nem tudták elfoglalni, ám bár szerintem elfogják. Oké, itt már 36% a kultúra, az valójában jó. Mordor ugye előkészíti nekem a izét, a terepet. Én ugye ezzel a sereggel el akarom foglalni Kalenhadot, utána pedig Kairandros. Hello. Oké, ezek az egységek valójában ide, mert itt is van egy csapat, némi uruk. Meg kell ugye védeni Entvédet. Számszerű jászok ide.
Na jó, amúgy arra gondoltam, hogy zárom a videót, és ugye a következő részt azzal kezdem, hogy itt ugye kitámadok, és hát ugye minden nagyobb veszteséget kéne okozni, amennyiből lehet, a Galadrim Swordsman-t kell majd lőjem. Még az is meg lehet amúgy, hogy meg tudom nyerni, hogyha kitámadok, mert ugye csak egy sima Lórien íjászuk van, ezek ugye nem tudják leszedni se a izét, Saruman testőrségét, sem az Orthanci gárdát. Az egyetlen egység, ami ugye nagyon veszélyes, az a Galadrim Swordsman, az kész. És nekem ugye még van némi varg erősítésem is. Na jó, nagyjából ennyi lett volna. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!